Intelligenciát kell használni. Elsősorban a fő induló pont, amihez mérni kell a törvényeket, ez az Isten törvényeihez. És általában, hogy most betartani, általában több Isten törvény van, amit kellene betartani, és anyagi törvények nem mondanak, hogy egy szempontból ellen. Például nincsen olyan törvény, hogy kötelező enni húst. Mert hogyha kötelező, na akkor nem kell betartani. De inkább, hogy azt mondja mondjuk a anyagi törvény, hogy húst enni nem bűn. Ez a törvény. De Isten szemszögből az a törvény, hogy bűn. Akkor ember nem eszik húst. Inkább ilyen szemszögből kell néznünk, mert általában egy polgárnak fontos betartani azokat a törvényeket, ami az ország meghatározta, a kormány. Ez egy fontos dolog. És általában én nem láttam, hogy azok nagyon ellen mennének Isten törvénnyel. Például ne lópj, ne ölj, az teljesen jó. Ez egyezik Isten törvénnyel. Inkább szűkösebb egy kicsikét az anyagi törvények. Isten törvénye kicsikét erősebb, szélesebb. Mert a ne ölj az emberi társadalomban most arra csak utal, hogy embert ne ölj, de Isten szemszögből ne ölj állatot se.